Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Kántai Gábor Kórházban, beszélgetőtársam dr. Farkas Béla, orvosigazgató helyettes. Egy nagyon érdekes apropója van a beszélgetésünknek, hiszen kínai orvosok vannak most itt a kórházban. Kik ők és hogyan kerültek most ide? Hát igen, nagyon örülünk a kínai kollégáknak, sok mindent elleshetünk tőlük. A világban egyre inkább teret nyer ismételten a hagyományos kínai orvoslás, és ezen belül is ugye az akupunktúrának a terjedése és a rehabilitációban elsősorban való alkalmazása. Ma Magyarországon a Yamamoto intézet keretein belül történik akupunktúrás szakorvos képzés. A Yamamoto intézet az a Pécsi Orvostudományi Egyetem a hagyományos orvosi tanszékével kötött megállapodás alapján a Pécsi Orvostudományi Egyetemhez tartozik. A vizsgákat ezeneken az egyetemeken végzik, és a oktatás pedig a Budapesten ezen az intézetben történik. Most a Yamamoto intézet és a kínai Tangshai Orvostudományi Egyetem hagyományos orvosi tanszékével van egy együttműködési megállapodásuk, ami már több mint 10 éves megállapodás, és ezen megállapodáson belül vannak itt most kínai orvosok, egyrészt ők is szereznek tapasztalatokat a modern medicina, illetve átadják tudásukat a hagyományos kínai orvoslás területén. 3 hölgy jelen pillanatban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen tartózkodik, a 2 kínai professzor pedig a héten a Karcag kórház vendége. És ez azt is jelenti, hogy esetlegesen a karcagi kórház is kapcsolatban lép ezzel a pécsi megállapodással és bővül, vagy ez még csak egy ilyen vendéglátogatás? Hát, hogy ez mit hoz a jövő, azt nem tudjuk. Jelen tudomásunk szerint mind a 4 magyar orvosi egyetem szándékozik hagyományos kínai orvosi tanszéket nyitni. Nyilván, hogyha ez megtörténik, akkor a régióba, egy régióba tartozunk, ugye a Debreceni Orvostudományi Egyetemmel, és a velük való megállapodás, illetve együttműködés alapján feltehetően ez jobban fog működni, mint a tőlünk messze lévő Pécset. Az elmúlt időszakban már többször beszámoltunk mi is arról, hogy a kórházban is vannak azért alternatív megoldások, alternatív gyógymódok a hagyományos orvoslás mellett, hiszen láttunk már gyermekosztályon, több osztályon is. Gondolom, hogy ez is egy jelentős lépés, ez a mostani közös találkozó. Igen, hát nem kívánok én szószólója lenni ennek az orvoslásnak, hiszen az önmagában egy tény, hogyha egy tudomány 4-5 ezer éven keresztül fönnmarad, akkor valamiféle jelentősége kell, hogy legyen, mert egyébként elhalt volna sokkal hamarabb. Sokan azt mondják, hogy akkor használ, hogyha hisz benne az ember. Én erre csak azt tudok mondani, hogy az a akupunktúrás anesztézia, amelyben nyitott hasi műtétet végeznek, nem gondolnám, hogy a beteg hite az operatőrbe, az őt operáló orvosba elég ahhoz, hogy tűri a fájdalmat. Tehát ott valamiféle jelentőségének ennek a akupunktúrás homeopátiának, érzésteremtésnek kell, hogy legyen. Hát akkor reméljük, hogy sok hasznos információval gazdagodnak a kórház orvosai, és remélhetőleg vissza fogunk térni hamarosan arra, hogy ennek a mostani találkozásnak lesz újabb állomása. Én is remélem, és nyitottak vagyunk minden új kezdeményezésre, és szeretnénk, hogy a területünkön élő lakosok ennek hasznát vegyék. Beszélgetőtársunk Lee professzor úr, akinek a egyik társa fog segíteni nekünk a tolmácsolásban, és dr. Bakonyi György, a Kártai Gábor kórház orvosa. Először is mutatkozzon be nézőinknek. Üdvözlök mindenkit, professzor Lee vagyok. Először jár Magyarországon? Már 9. alkalommal jár Magyarországon. Volt már alkalma megtekinteni itt a kórházat. Hogyan tetszik önnek most a karcagi kórház a felújítás után? Ez első alkalom, hogy ebben a kórházban jár nálunk, a Kártai Gábor Kórházban, és a Magyar Akupunktúrás Társaság vezetője szervezte meg, hogy meglátogathassa a kórházunkat. És hogyan tetszik neki? A kórház felszerelései pedig nagyon modern és eltérő a hagyományos kínai felszerelésektől. Milyen műszereket látott, ami náluk nincs, vagy mennyivel másabb a mi gyógyításunk, mint náluk?
A legnagyobb különbség az mindenképpen az, hogy a Kátai Gábor kórházban folyó orvoslás hagyományos nyugati orvosláshoz tartozik, míg az ő szakmájában teljesen más eszközökkel dolgoznak. És hol nagyobb az orvos felelőssége, ott, ahol kevesebb műszer van, vagy itt azért könnyebb ez az orvosoknak gyógyítani? Az orvos munkája mindenhol hasonló, ezáltal a felelősség is hasonló, akármilyen úton is nézi ezt. A orvoslás módja és útja más itt, mint a hagyományos kínai orvoslásban. Amit professzor Lee csinál, az az ötvözése a hagyományos kínai orvoslásnak és a nyugati medicinának, és ő próbálja ötvözni. Akkor azt kívánjuk neki, hogy legyen hasznos az itt töltött idő, és kölcsönösen új információkkal segít. Köszönöm a meghívást, és reméli, hogy az itt töltött idő és ennek a tapasztalatai a hosszabb távú együttműködést is meg fogják tudni alapozni. Köszönjük szépen! Mindenképpen úgy gondolja, hogy a hagyományos kínai orvoslás és a nyugati orvoslás erősíteni és kiegészíteni tudják egymást. Elégedettek és boldogok az itteni fogadtatás miatt, a kórház orvosai kiváltképpen Farkas főorvosor és Vesz főorvosnőnek a segítsége miatt. Dr. Juhász Zsuzsanna január 1-je óta a kórházban működő újszülött és csecsemő osztály részlegvezetője. Örül tudjuk, hogy az alternatív gyógymódok iránt régóta érdeklődik, úgy tudom, hogy a kínai orvoslásra is kapcsolatba került már. Igen, 2 éve indult kínai orvoslás pesti helyszínnel, a Yamamoto intézetben, és ott tanultam több kollégával együtt. 84-en végeztünk a Pécsi Tudományi Egyetemnek a kompetitív medicina tanszékén, aminek a vezetője dr. Hegyi Gabriella. Ott szereztem meg az orvosi rátett szakvizsgát, ami hagyományos kínai orvoslást jelent. Ez nem csak akupunktúrát, hanem egyben életmódot, gyógynövényt, növénytant, különböző mozgáskultúrákat, mint a tai chi, egyben egy életmóddal együtt, egy kompetitív, komplex medicina. Természetesen nem gyógyszerekkel dolgozunk, hanem csak gyógynövényekkel és az akupunktúra pontjainak megfelelően különböző anyagok, szervezetben lévő anyagok, úgynevezett neurotranszmitterek alapján a szervezet öngyógyítását indítjuk el. Hogyan fogja tudni alkalmazni az ott tanultakat, vagy alkalmazza már? Igen, már alkalmazom, szintén a kompetitív medicinának része, a szintén szakvizsgaként számolhatunk a homeopátiával, így ezzel a kétféle gyógymóddal a rendelőben nap mint nap segítségemre van, így mivel elsősorban nyugati orvos vagyok, ezért természetesen a nyugati orvoslás szerint úgymond kiegészítő, és az embert 3 dimenzióban nem csak egy oldalról látó orvoslás, amit már nem is tudnék kihagyni az életemből. És hát gondolom, hogy az elmúlt időszakban ezt el is fogadták öntől a kisbetegek is, meg hát a szüleik is, hiszen házi gyermekorvosként is dolgozik. Természetesen a kínai orvoslásnak nagyon nagy előnye, amit mi az Orvosi Tudományi Egyetemen nem tanultunk már, hogy magát az embert, a környezetet és a természetet nézzük. Így most újra kezdi a 21. század felfedezni a nyugati orvoslásban, hogy bizony a stressz az egy nagy függő tényező, amit eddig mi nem figyeltünk. Tehát ha valaki kinyitja a torkát, és látjuk a piros torkot, és aztán megint és megint és megint, akkor mindig adunk neki egy maripent, vagy annak alternatívája, de gyakorlatilag magát, az embert, a környezetét nem figyeljük, ugyanígy a vérnyomás csökkentőkkel, ugyanígy egyéb panaszokkal, és most már rá kellett jönnünk, hogy az időjárás tényező, a természet, a külső tényezők, a stresszhelyzet nagyon nagy befolyással van, és ezért a kínai orvoslásból úgymond, ha a szülő nem is veszi észre, de a diagnosztikát, már a kínai orvoslásból tudom, hogy a nyelven, az arcon nagyon sok minden le van írva, amihez nem kell CT, nem kell komputertomográf, de segít a gyógyászatban már engem. Kínai professzor is elmondta, hogy náluk azért kevesebb műszer van, tehát ott jobban magára van egy picit utalva a szakorvos ahhoz, hogy egy diagnózist felállítson, de hát gondolom az ön által elmondottakból is, hogy ebből a szempontból, hogy ezeket ők komplexen kezelik a beteget vagy az embert, sokkal könnyebben állítanak fel diagnózist is. Igen, hát meg kellett tanulnunk egy picit elfelejteni a diagnózisoknak a kategorikus kijelentését, és tulajdonképpen mi összefüggésében
fésüljük ezt a diagnózist, tehát így a kínai gyógyászatban, vagy akár a homeopátiát említve, nincs migrén ellenes szerünk, hanem migrén, mint ember, mi váltotta ki, és biztos, hogy két migrén sem egyforma, viszont migrént nagyon szépen tudunk kezelni, akár a kompetitív medicinán belül a homeopátiával, akár a kínai akupunktúrának a pontjaival, és tulajdonképpen nem a migrént gyógyítjuk, hanem az embert. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyenek sikerei ebben az újfajta gyógymódban is, és azt, hogy minél több információt tudjon átadni a kisbetegeinek is, vagy a szüleiknek, itt a kórházban és a praxisában is, hogy tudják ezeket hasznosítani. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és főleg azt, hogy ezzel a professzoroknak a fogadásával, mint a kórház lehetővé tett, megismertetjük, hogy tulajdonképpen az önfigyelés, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nem az egészség és az egészségügynek a dolga az egészségünkre vigyázni, hanem azt a nagy kincset, amivel születtünk, annak a megőrzése és annak a fejlesztése egyéni dolog. Ebben viszont nagyon-nagyon segít a kínai gyógyászat is. Akkor jó gyógyítást kívánunk önnek, köszönjük szépen! Köszönöm én is a lehetőséget!